Mika Valtari, virágzik a föld. Első rész. Az április este homája behúzódott a tenger fölé. A német partok belevesztek a párába. A hajótestet ütemesen rezegtette a gépek lassú, erőteljes dübögése. A levegőben ott maradt a naplementét kísérő pír, az a szín, amelynek nincs forrása, maga a levegő sugározza szét. Étkezés után beült a dohányzó szalomba, Élvezni akarta a büfében vásárolt finn cigaretta ízét. A dohány azonban inkább undort keltett benne, túlságosan hozzászokott már a csípős német cigarettákhoz. És hát fáradtabb volt annál, hogy bármit is élvezni tudjon. Lassan kavarogtak az agyában az emlékképek gyors, a fél Németországot átszelő utazásáról. A várostól, ahol tanulmányait folytatta, az éjszaka sötétjében el, egészen Berlinig, ott egy hideg reggel az Anháltír pályaudvaron, körülötte hordárok, elnyűjt arca, testében a kemény vonatülésen eltörtött éjszaka fájó nyomai. Taxit fogadott, s egyenest a Stettini pályaudvarra vitette magát, közben futólag magába szívta Berlin különös, föld alatti illatát, a fém és konyha illatot. Egyik mellékutcában a piszkos, szürke falfelületről, felületről villant a kommunista zavargások idejéből ott maradt esetlen kréta felirat. Di Partei lept trotz den ferboten. Egy darabig még élesen látta maga előtt az elmaszatolt, félig meddig letörölt írást. Ez zavarta, semmire se akart gondolni. Végül is most, több hónapi buzgó tanulás és munka után, a vizsgaidőszak kapkodásai után, a vonatút csendes feszültsége után óriási, súlyos kimerültség telepedett rá egész lényére. Egész éjszaka még, s egy újabb nap, aztán ismét egy éjszaka, s az azt követő nap fele, és újra otthon lesz. Most mégis hálás volt ezért a közbelső időért itt a hajó unalmas, személytelen hotellék körében. Soha nem érezte még magát ilyen furcsán, kimerültnek. Lelkeméjén azért is csöndes hálát érzett, hogy kevés az utas a hajón. Még nem kezdődött meg a turista idény, néhány üzletember tartott hazafelé a németországi vásárról, egy angol társaság volt ott, bridgestek a kapitány sarokasztalánál, egy-két újságot olvasgató társalkodó nő típusú svéd hölgy, és persze az elmaradhatatlan német kereskedelmi utazók, akik most is söröztek és hangoskodtak. Ez meglehetősen zavarta, úgy érezte, torkig van a nyelvükkel, amelyet lassan már hét hónapja állandóan hallania és beszélnie kellett, s amelyet most minden más nyelvnél utálatosabbnak talált, mivel újdonságvarázsát elvesztette már, s mert ő maga is szinte teljesen otthon volt benne. Hét hónap egy végtében. A második tanéve volt ugyan, de az első évben csak nem két hónapot otthon töltött karácsony táján. Most semmi sem lett a karácsonyi szünetből. Épp arra az időre sikerült bejutnia előnyös szakmai gyakorlatra az egyik német Anilin üzembe, s a munka úgy elvitte az idejét, hogy még a honvágy sem tudott fölébredni benne. Karácsony szombatján is egész estig dolgozhatott, figyelve az új generátor beállítását, a szentestét pedig a városháza csendes pince helyiségében töltötte, elkortyolgatott vagy fél üveg bort egyik német évfolyam társaságában, aztán hazament, s kissé elködösült aggyal, lefeküdt. Tulajdonképpen most maga is csodálkozott, miféle hirtelen támadt ötlet hatására indult útnak haza a húsvéti szünidőre. Való igaz, hogy a három éves kurzus legnehezebb része ért véget éppen, de a tanév folytatódik még közel két hónapig a szünet után is, az efféle kiruccanás pedig különben is drága dolog neki, aki hitelből kénytelen fedezni a tanulmányait. Ezt a halálos fáradtságot az utolsó vizsgája után érezte először. A szeme nem bírta a terem zöld lámpáit, s máskülönben sem volt igazán rendben. A feje többször fájt már télen is, néha az orra is vérzett s reggelente nagyon gyengének érezte magát. Orvosnál nem járt, nem bízott az idegen doktorokban, meg az ilyen apró fájdalmakat nem is tartotta érdemesnek komolyan venni. Ha jól meggondolja, főleg a tavasz az oka, hogy most útra kelt. Egyik reggel, amikor a hideg, kesernyés tea után elhagyta Sivár német albérleti szobáját, látta, hogy a masszív házakövezte kis park fáin, kibomlottak a levelek. Az ég könnyű volt és halovány, illatoztak a fák, s ettől megtelt valami vad, erőteljes honvágyjal. Látni akarta a fintavaszt, találkozni akart ajlival és anyjával, tisztességes ételt enni, s pár hétig jót pihenni. A tanév végére persze vissza kell még jönnie, bár gondolatai mélyén egy kis reménység is ébredezett, hogy talál magának a gyakorlatra helyet odahaza, s kedvére olvasgathat majd a munka mellett, és csak ősszel kell visszautaznia a Németországba. De ebben a pillanatban teljesen mindegy volt neki, hogyan alakulnak a dolgok. Csodálkozott is, miért nem képes egy csöppet se ürülni, tudva, hogy hamarosan otthon lesz. Csupán hála volt benne ezért az egy-két csendes napért, azért, hogy egyedül került a kabinba, hogy békés a tenger, vöröslő és nyugodt. A finn üzletemberek grogotittak, ittak, egymás után mesélték a történeteiket, mind hangosabbak lettek, és sűrűn robbant ki belőlük a harsányhahota. Egy pillanatra odafigyelt a beszélgetésükre, s meglepően idegennek találta a finn nyelvet. Ők azonban a maguk módján rokon rokonszenvesek voltak neki, tisztességesek és őszinték, anélkül, hogy hűvösnek, merevnek tettetnék magukat, mint ez a korrektől bridgező angol társaság. Finnek voltak, akár csak ő, és ez a tény valahogy ismerősítette, közel hozta őket. Valamivel később körbesétált egyszer-kétszer a hajó fedélzetén. Hűvös és sötét volt az este, csillagokkal, felhőkkel. Amikor fázni kezdett, aláereszkedett a kabin tömény melegébe, levet között, s egy német képeslapot olvasgatott még az ágyban. De észrevétlenül elaludt, s arra rezzent föl, hogy az újság leesett a padlóra. Eloltotta a villanyt, és mély boldog álomba süllyett. Csak reggel ébredés után vette észre, hogy az éjszaka vérrel vegyes geny folyt ki az orrából, s nagy sárgás piros foltot hagyott a párnahajon. Fejét furcsán üresnek érezte, egész lényét pedig olyan könnyűnek, mintha megritkult volna körülötte a levegő. Úgy döntött, legjobb lesz, ha hazaérkezése után azonnal orvoshoz megy. A súlyos, sötét hullámokon hintázott a nap. Megmosakodott, fütyörészve öltözködött, elvégzett néhány tornagyakorlatot gyakorlatot, s úgy érezte, teste ruganyos és erős. Jó hangulat, valami ismeretlen csendes öröm töltötte el. A kávézásnál mosolyogva üdvözölte a finneket, akik reggel mindjárt viszkivel kúrálgatták másnaposságukat. A dohányzó szalomban a Stockholmmal közvetített istentiszteletet hallgatta a rádió mellett. Az orgona súlyos, ünnepélyes hangja és az ének lassú hullámzása egy gyermekkori nyári vasárnap reggel emlékét idézte föl benne. Ott, a vidéki kőtemplomban alkalma volt látni a durva ruházatú, mereven ülő templomosokat, s érezni a széna illatot az ég kékje és a napsütésben felfénylő búzavirágok közül. Ó, drága szülőföld, az ő népe, amelynek tagjai most egyszerre idegenek és kedvesek neki. Este, amikor szólt a gramofon, s a finnek helydikben az utolsó estéjüket ünnepelték a szesztilalmi határ elérése előtt, eszébe jutott az a sötét hajú gyönyörű nő, akinek olyan elveszejtő, mélybe csalogató szeme volt. Még a télen egyik este néhány német egyetemistával elment egy táncos étterembe. Az ismerős dallam különös elevenséggel idézte eszébe most ezt az estét. Nem sok pénzük volt, sört rendeltek csak – s a frakkos pincérek lenézően mustrágatták őket. A szomszéd asztalnál néhány idősebb úr társaságában a legszebb nő ült, akit valaha is látott, előkelően finom, kisé megcsömörlött, nagyvilági hölgy. Fogadást kötött a társaival, hogy oda megy és fölkéri, kicsit ugyanis ivott már idejövetelük előtt. Ezen kívül tudta magáról, hogy jól táncol, és arról is volt némi fogalma, hogy jóképű. Nem éppen szép, de karcsú, vállas és arcán ott a férfiasság tudata. Az urak fölényesen és rosszallólag mérték végig, kedvelett volna közibük vágni egy poharat. A nő azonban bólintott, s pár szótlanul végig táncoltak. Elveszejtő volt a szeme, s a drága ruha alatt hajlékonyan ívelt a teste. Később még találkozott vele egy egyetemista rendezvényen a folyosó félhomájában. A nő állította meg, s érdeklődött, emlékszik-e még közös táncukra. Jól tudta, ha visszatér Németországba, ismét találkozni fog vele, és ettől remegés hullámok járták át a testét. Ez a gyönyörű, ismeretlen nő volt számára a szimbóluma mindannak, ami az életben veszélyes, csalóka és szenvedéllyel teli. A zenének, az éjszakai kávéház lámpáinak, a koktélos poharak csendülésének, a magnólia parfüm illatának. Legalább egyszer szeretett volna alámerülni egy csillogó világ bódulatába, de egy pillanatra csupán. Szeretett volna hűvös maradni, de ahogy a nőre gondolt, halántékán és új lüktetni kezdett a vér. Mindenről aztán eszébe jutott Ailé is. Ahogy múltak a hónapok, a lány levelei egyre rövidültek, egyre személytelenebbekké váltak. Persze ő maga is ritkán szánta rá magát az írásra. Nem szeretett levelet írni, nehezen tudta szavakba önteni gondolatait, s a kényszerűség miatt is lettek-e levelek olyan rédegek és hűvösek. Ezzel azonban Ajli is tisztában volt, ez tehát nem lehetett oka a változásnak. Tulajdonképpen be kell ismernie, hogy az elmúlt hónapok alatt nagyon keveset gondolt Ajlira, a távolság elidegenítette tőle, de azért, nos, igen, tagadhatatlanul, szerette még mindig. És mégis, inkább csak tudat alatt, megnyugvást érzett, hogy még nem jegyezték el egymást, s nem is történt köztük semmi olyasmi, ami döntésre kényszeríthette volna. Minden esetre örült, hogy hamarosan találkozhat vele. A tenger sötét volt súlyos, komor hullámok mindenfelé. A hajófüstje leszállt a víz színére, a gramofon régi táncdalokat játszott, s a hajóorban lévő kávézó nyírkos padlóján egy pár csúszkált a zeneütemére. ütemére. Hétfőn hideg, szürke felhős napjuk volt, lassan-lassan előbukkant a tengerből Helsinki. Apró, izgatott várakozás lett órá rajta, azt az örömet azonban, amit elképzelt magában, nem érezte. Megint fáradt volt, az idő komorsága lehangolta, a vámnál uralkodó sietség és a kötélkorlát mögött tolongó embercsoport fölingerelte. Az útlevélvizsgálattal és kevés csomagja vámkezeltetésével hamar végzett. Zsebét egy vaskos, pálinkás üveg húzta le, a mulatság kedvéért hozta a cimboráknak ajándékba. Nem várta senki, bár anyját is, Ailit is értesítette érkezéséről. Anya persze dolgozik, de Ajli. Nos, ez van, s neki tulajdonképpen teljesen mindegy. Sose rajongott különösebben a búcsúztatókért, meg a fogadókért. Ismerős lépcsőház, az otthon. Semmi nem változott, míg távol volt. Szívta magába a hazai illatokat, a kávé, a kétszer és a virágcserepek illatát. Azt talán ugyanazokat a könyveket és papírokat találta, amelyeket indulásakor ott hagyott. Anyja egy papírlapon hagyott üzenetet neki, hogy nem tud kimenni elébe, mert sok a munkája az irodában, s hogy melegítse magának kávét, ha akar, a tejszín a konyhában, a sütemény a dolgozó szobában van. A szobában telepedett le a hintaszékbe, rágyújtott, s valami kis zavartságot érzett. Úgy találta, egy hazatérésnek érzelem gazdagabbnak kellene lennie. Esetlenül babrágatta az ablakdeszkán álló fikusz bőrleveleit, s roppant gyengének és feleslegesnek érezte magát. Kedvelet volna sírni egyet, de nem sírt már évek óta, így nem is tudott. Különben is komikus dolog lett volna.